hallod, úgy hallottam a postán, hogy befosta. A postán hallottad? Nem hozod a kocsi kulcsot? Gyalog megyünk, csak a postára megyünk. Van. 5 másodpercre van innen a posta. Tiszta ideg vagyok, az összes boldog voltam, és sehol nem lehet egy tejfölt venni. De hallod, nem otthon vagy, ez egy kis falu, érted? Itt a logisztika nem úgy működik, mint a nagyvárosban. Majd reggel 6-kor fülkezsz és elmész a boltba, akkor lesz tejföld. Milyen csönd van. Ugye? Ezért szeretek itt lakni. Nem, nincs ez a nagyváros, Zoya. Érzed a friss szarszagot, mint tök jó. Gyere, megmutatom, hogy hogy kell fát hasonlatni. Nem. Én nem tudom, de hogy kell. Ez itt nem úgy működik, el hogy főtekered a radiátort, hanem itt meg kell dolgozni a melegé, hogy meleg legyen a szobában. Ha ide akarsz házasodni, akkor megtanulod. Nagyon szép vagy, kedvesem, de miért készültél egy órát? Hova készült? Sokan fognak látni az utcán. A sarki bútba megyünk, addig 2 emberre, ha találkozunk. Végre, de jó napsütéses idő miért van. Miért nincsen térerő? Hallod, elment a wifi. Mikor jön vissza? Lehet, hogy fél napig nem lesz. Lehet, hogy egy hétig. Örülj, hogy be van kötve az internet falra. Nem tudom megnézni az nem otthon. Hányszor mondjam el, hogy nem otthon vagy. Aj, de jó, hogy a szomszéd nem dörömbel a fejem fölött. Ugye? Itt élvezem. Nem porszívózik, nem hallom, hogy kiabálnak, veszekednek. Igen, ez a nyugalom. Ez a nyugalom. Hátra megyünk képet csinálni? Aha, menjünk. Tudod, hogy becézem a hátsó udvart? Na, hogy? A tyúkszoros udvar. Hát akkor én mondom, biztos nem megyek. Jaj, kibírod, nem kell. Jaj, meg vagyok ilyetve tyúkszartó. Nem, aztán meg kell takarítani a cipőmet. Hát akkor, akkor adok csizmát, az is van. Hát úgy hallottam a postán, hogy befosta. A postán hallottad? Vagyunk igen, itt faluban mindenki tud mindenről. A kutyát meg nem kell levinni kakírni a 9. emeletről. Itt elvégzi a dolgát, az ma másik bele is... Teszened össze! Belelépsz az cső, azt nézd tovább. Hát el akarok menni az Árkádba. Árkádba? 100 kilométerre arrébb van egy Árkád, mehet, gyalog. Akkor hogy a falusi lánykérés, hogy valamivel megkívülöd. Sziasztok! Elmegyünk csirke mellett venni? Persze, gyere! De akkor miért hátra mész? Hát mert nem kerül magától a polcokra, itt van hátul a csirke, itt szaladgál. Ja. El kell kapni. Ja. Húj, mi ez? Hát tyúkszar! Tyúkszarba! Hát néha előre jönnek ezek a vadállatok. Szokjál hozzá, mit mászkálsz az udvaron? Veszünk egy házat, hogy elkezdjük a közös életünket. Hát de az vagy 40-50 millió. Micsoda, 2 millió palotát kapsz itt a faluba. Bárhol vagy a faluba, halad a harangszó. Sanyika, de szép vagy. Ennyi lett volna ez a videó, bízunk benne, hogy jól szórakoztatok, nehogy sértésnek vegye az, aki falun lakik, semmi ilyen szándékunk nem volt. Nagyon szeretünk itt lakni, csak a Niki ugye már 4 hónapja itt lakik, és voltak szokatlan dolgok, amikhez ő nem volt hozzászokva. Szeretünk itt lakni, én nem is akartam elköltözni városba. Most, hogy a jövőben hogy lesz, akkor is, ha városba költözünk, akkor kertes házba szeretnénk költözni. Sokkal jobb, így nyugodtabb. De vannak ezek a dolgok, ami egy városi lánynak szokatlan lehet. Úgyhogy bízunk benne, hogy tetszett nektek ez a videó. Niki egyre ügyesebb a videózásban is, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, hogy megnéztétek. Ha tetszett, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és jövünk majd a folytatással. Köszönjük szépen, sziasztok!